hogy fér ebbe az életvitelbe bele a sport? Tehát azért eléggé ki vagy pattintva. Köszönöm. És igen, és valószínűleg azért ebbe elég sok órát bele tudsz tenni, közben mellette meg dolgozol is elég sokat. Hát figyelj, igazából a legeslegfontosabb a sportban is, vagy a tartalomgyártásban, vagy szerintem kb. minden másban az az, hogy konzisztens legyen az ember. Szóval igyekszek megtalálni jelen esetben azt a mm, azt a minimum befektetett energiát, amivel meg tudom tartani a fizikumot, vagy fejleszteni is akár. Most inkább már így a megtartási szakasz vagyok, most 12 éve edzek, azért, és ha az ember ennyi ideje sportol, akkor tisztában az, hogy már nagyon-nagyon-nagyon marginális ö, izom az, ami tud épülni, um, és most nem prioritás nekem az izomépítés. Szóval ezt is ugyanúgy, mint, mint ugye beszéltem a többi projektnél, így ö, hintáztat vagy sem. Szóval valamikor nagyobb prioritást élvez, és akkor jobban ráfekszek, és akkor esetleg mondjuk négyről ötre növelem az edzésémnek a számát ezzel arányosan, hogy ugye összességben ezzel több, több kemény sorozatot is végzek egy héten, mert nyilván el lehet osztani, hogy 4 5 ötbe is jön azt a munkamennyiséget, de tegyük fel, hogy nem csak az, hogy négy hét, öt felé osztom, hanem valamivel többet is edzek, akkor valószínűleg egy alapvetően tömegnövelési fázisban leszek, amikor többet eszek, és meg, megengedem magamnak, hogy oké, okay, akkor most erre a pár hétre, pár hónapra most valamivel visszaveszek a munkára. Szóval itt minden arról szól, hogy tudjon az ember zsonglőrködni szerintem a különböző céljai között, és én ezt úgy szoktam, hogy leszoktam írni, van egy olyan jegyzett tömböm a telefonomon, hogy fontosabb célok, és odafolyó, hogy a 10-12 dolog, és mellé egy szám 1-től tízig. És akkor én azonnal rátok nézni, hogy most oké, okay, milyen döntés kell, hogy hozzak. Nekem mondjuk 10 per 7-es fontosság jelenleg az, hogy izmot építsek, viszont 10 per 9-es fontosság az, hogy elindítsam a táplálék már. Oké, okay, most mit csinálok? Most el, 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 éppenséggel azon gondolkozok, hogy most kimaradjon egy étkezés, ami egyértelmű hozzájárulna ahhoz, hogy izmot építsek, vagy pedig megírjam még ezt a 12 e És akkor inkább azt fogom most választani, hogy megírom azt a 12 e-mailt, mert jelenlegi céljamat súlyozva az a fontosabb. <haz> Ha van egy olyan vállalkozó hallgatónk, aki rohácsokat dolgozik, uh -huh. éppen van, van. Van, olyan szerintem van. akad ilyen. <gül> <gül> Jelenleg nem része az életének a rendszeres sportolás. Van családja, de szeretne jobban kinézni, jobban festeni a saját bőrében, szeretné egy kicsit jobban érezni magát és túl van mondjuk azon, mert betartja azokat, amiket az adásain elmondta alapok. Tehát jöhet a sport is. Um, hogy kezdje ő el, szerinted ezt? Hogy építse be ebbe a vállalkozói hajszába, darába, amiben benne van, plusz a család, kevés idő, de mégiscsak megjelenik az a szikra, hogy na kezdjük el. azzal, hogy úgy építse be, hogy kötelező jelleggel. Nekem van egy társadalom, akikkel össze szoktam járni, mindenki vállalkozó, 30-35 között, és mindenki sportol. Olvastam egy könyvet, CEO, vezetés felső fokon az a címe, és ott több nagyon ö, híres és sikeres CEO-nak a, a munkásságát, tapasztalatait foglalták össze. Itt volt például a Netflixnek az alapítója, volt a, most nem fog eszembe jutni, indiai ö, csávok, a Mastercardot tudta fölvilágoztatni, de akár van szó, mit tudom én, Zuckerberg, tehát sok-sok CEO, és mindegyik azt nyilatkozta, hogy, nyilatkozta, hogy kulcsfontosságúnak tartja, tartja azt, hogy allokáljon időt a testének a karbantartására, mert nem fogsz tudni te teljesítményt nyújtani, hogyha a tested nem fogja tudni ezt szupportálni. Arról nem is beszél, hogy rengeteg tanulmány van arra, hogy te a gondolkodás módot is tudod serkenteni azáltal, hogy súzós edzést végzel, vagy bármilyen más edzést, hogy ezzel ugye a, a, vérkeringés is jobban megindul. Szóval kulcsfont, hogy nem az, hogy hogyan építse be, hanem mindenképpen én építse be, és majd találják, hogy hogyan nyilván adok erre azért pár tippet, de hogy, hogy szeretném azt hangsúlyozni, hogy, hogy én gyakorlatilag kötelezőnek tartanám vállalkozók számára, hogy, hogy, edzenek, mozogjanak, nem hogy a súlyzós edzésen elmet úszni, vízilabdázni, görkorcsázni, gyakorlatilag teljesen mindegy, de egyrészt hozzájárul hogy több időn keresztül tudja csinálni, amit csinál, és az is hozzá tud járulni, hogy magasabb hatásfokkal tudja ezt csinálni. Akár táplálékkiegészítők tekintetében kreatin, Izomépítésre, izom megtartásra szokták leginkább használni, de van arra tanulmány, hogy a kognitív funkciókat és a megmóriát is tudja javítani. Szóval fontos a az stáplé, az vállalkozóként is, hogy a, a háromharmad az megjelen. Tehát igenis is oda a kajára, mert el lehet azt mondani, és nekem is, mint mondtam, van, olyan, hogy kimarad egy étkezés, mert megírok 10, 12 e-mailt, de nem nem mindig azt választom, hogy újabb 12 e nem eszek, mert ugyanakkor tudom, hogy lesz egy csökkenő határhaszna a megírt e-maileknek is, viszont lesz egy csökkeni határozna is, vagy növekvő határozna is annak, hogy, hogy én eszem a kajámat, mert egy idő után, hogyha ugye kisarkítva a dolgot, mindig az e-mail váltást írást választanám, akkor én halnék. Most nyilván ennyire nem kell kisarkítani a dolgot, de egy idő után nem fogok tudni effektívebb munkát végezni e-mail írással, hanem inkább pihenéssel és étkezéssel és sportolással, mert ezáltal feltöltöm magamat, és nem gépek vagyunk, hanem ugye szüksége van az idegrendszerünknek is arra, hogy pihenjen, illetve a testünknek is arra, hogy tápláljuk. Még sosem hallottam egyébként, ezt, hogy kötelező lenne. Aha. De ez így nagyon tetszik, én mert ám, ám, nem tetszik, hogy ebben Nem, azt mondanám, vagy. nem, nem vagyok annak a hív, hogy bármi vagy tiltva legyen, vagy kötelező legyen, mert én jobb, sokkal jobban szeretek ebben a szürke mozogni, a legtöbb a szürke és a kedvenc színem egyébként, de én azt mondanám, hogy valamilyen jellegű fizikai aktivitást kötelező jelleggel végez. Fogja így fel, hogyha nem csinálja azt, egyrészt meghal ténylegesen, másrészt pedig nem fog tudni olyan, olyan hatékony vállalkozni. Szóval Muszáj, muszáj. És ez lehet az is, hogy csak sokat sétál. Az is lehet, arról nem is beszél, hogy megint csak ugyanebben a könyvben olvastam, hogy szintén ez a Mastercardos csávó direkt gyalog ment haza, mert egyrészt addig ki is tudta tisztítani az agyát, és átváltani a 140 es szágódó gyorsvonatról arra, hogy most akkor hazamegy a családjához, és akkor most én időt töltsön el a jelenben, akár a saját magával, akár a családjával, amit nem lehet megcsinálni megint csak, hogyha az ember 600-zal és ugye a, a mozgás hatására egyrészt endorfin szabadul fel, ami boldogsághormon, másrészt pedig a stressz is tudja csökkenteni. És azért a vállalkozón jó sok stressz van. Én nem, én nem aztán, hogyha nem sportolok egy négy alkalommal. Plusz rengeteg sétálok. Tehát muszáj.